A várakozási tilalom enyhítése már augusztusban életbe lépett, amely szerint nem büntetik a behajtást akadályozva parkolókat, amennyiben az ingatlan tulajdonosa hozzájárult. A szeptembertől életbe lépő egyik legfontosabb változás a lézerblokkolók használatának büntetése. 5-től 50 ezer forintig terjedő bírsággal sújthatják az eszközhasználóit. Az ellenőrzést előrejelző készülékek használata azonban megengedett. Tilos a járműre lézerblokkolót szerelni, illetőleg ami rajta van, le kell szerelni, viszont trafipaxelű jelző készüléket azt továbbra is lehet alkalmazni. Másodszorban autópályán és autóúton, amennyiben torlódás keletkezik, a járművezetők kötelesek egy folyosót létrehozni a megkülönböztetett jelzéssel ellátott rendőrök, mentők, tűzoltók részére. A következő módon, aki a külső sávban közlekedik jobbra húzódással, a belső sávban közlekedők pedig balra húzódással nyitják meg ezt a közlekedési folyosót. Fontos változás továbbá, hogy baleset esetén a nem érintett járművek vezetői kötelesek a tőlük elvárható módon segíteni, és bár az első segélydoboz meglétét már nem ellenőrzik a rendőrök, ugyanakkor, ha annak hiánya miatt nem tud a sofőr segíteni, segítségnyújtás elmulasztása miatt eljárás indul ellene. A KRESZ változott még olyan értelemben, hogy a jövőben a közterület felügyelőknek a szabályos megállj jelzésére a járművezetők kötelesek megállni. Eddig ez a kötelezettség csak a rendőrökkel, tehát a rendőri intézkedés, illetőleg a Nemzeti Közlekedési Hatóság emberének a jelzésére volt kötelező járművezetők részére. Kerékpárosok vonatkozásában nem muszáj működtetni a kerékpárra szerelt világító berendezést. KRESZ szabályozás szeptember 1-től lehetővé teszi, hogy magán a kerékpároson legyen előre folyamatos fehér fény, vagy villogó fehér fény, hátra pedig piros folyamatos, vagy villogó fény. Az eddigi zéró tolerancia elve is megváltozott. A kerékpárosok és az állati erővel hajtott járművek vezetői számára megengedett a 0,3 mg per szint alatti alkoholfogyasztás, amely nagyjából egy pohár sör elfogyasztását jelenti. Az engedmény azonban csak a nem főúton közlekedőkre vonatkozik.